Mivel kevés az egynapos többmeccses torna, ami összességében jobban szolgálhatná a felkészülést a február 8-án folytatódó NB2-es női bajnokságra is, mint egy-egy leszervezett hétvégi barátságos meccs, így a szekszáli fekete gólyák KC is összedobott egy egynapos háromcsapatos felnőtt tornát, amelyen rajtuk kívül még a Marszali és a Peac vett részt a női kézilabda NB2 délnyugati csoportjából. Játéktudás alapján a bajnoki második helyzet FGKC volt a torna esélyese, úgy is, hogy az ugyanannyi pontot gyűjtő tabella harmadik Peaccal is játszott, és a másik ellenfél pedig a középmezőnyhöz tartozó Marszali volt. Az erőviszonyok annak rendje és módja szerint szépen leképeződtek a Városi Sportcsarnok parketjén. A sárgák a fal előtti játék vagy a gyorsindítás után például több mint 30 gólt rámoltak be az ellenfelek hálójába. A Marszalinak és a Peacnak is egyaránt 33-at, a gyengébbik csapattól 19-et, az erősebbiktől pedig 24-et kaptak. A mutatott játék arra mindenképpen jelzés, kellő formában várja a tavaszi folytatást Tabajdi Ferenc edzőcsapata, amely most már színültig saját nevelésű lett, mivel a korábbi, még az NB1B-s korszakot idéző sikercsapat utolsó, úgymond vendégjátékosa, Reis Gabriella szélső a napokban bejelentette végleges visszavonulását. Helyére az utánpótlásból keresnek erre a posztra alkalmas játékosokat, nincsenek könnyű helyzetbe e tekintetben a szekszárdiak. Nincs egyébként pénzügyi keret és szándék sem arra, hogy tapasztalt játékost szerződtessenek. Sajnos a Reis Gabi távozott a szünetbe, ő abba hagyta a kézilabdázást, amennyire én tudom, úgyhogy ő vele még egyel kevesebben vagyunk. Hát a fiatalok megkapják a lehetőséget, és nagyon bízunk benne, hogy azért hasonlóan szépen tudnak szerepelni, mint ahogy az őszi sikerült. A második hely és rosszabb esetben a dobogó megtartása mindenképpen most is cél. Ezt nehezíti Reis távozása, és az a tény, hogy tavasszal a riválisok otthonába játsza majd rizikósnak ígérkező meccseit a csapat. Hát a reális cél azért a dobogó mindenképpen. Én úgy gondolom, hogy azért a Veszprém és a Peac még megnehezítheti a dolgunkat, de én nagyon bízom benne, hogy a dobogón ott tudunk lenni. Egyéb iránt csak két pont az NB1-es listavezető Siófok U22-es csapatának előnye, de annak ellenére, hogy változik hétről hétre a balatonpartiak kerete, olyan nívót képviselnek, a bajnoki cím és az aranyérem első számú várományosainak számítanak ők. Ami a szekszárdi kézilabdás közeljövőt illeti, a financiális háttér az NB2-höz viszonyítva stabil, az úgynevezett TAO támogatások a régi és az új szerződések jó voltából. Így az idén szeretnék megalapozni azt a csapatot, amely már jövőre meg tudja nyerni az NB2-es bajnokságot, és bemeri vállalni az NB1-b-s szereplést. Jelen pillanatban is ugye az ifjúsági csapatunk az a dobogón van, a serdülők egy nehéz kezdet után fölfele jönnek, ők most a hatodikak a serdülőbajnokságban, de úgy gondolom a tavaszuk jobban fog sikerülni, mint az őszi szezon, tehát azért ott vannak a tehetséges gyerekek, akikből lehet építkezni a következő években.